Motul, a kenőanyagok szakértője. 1853 óta. Kedves Zoltán, mikor vásároltad ezt az autót? 2004. októberében. Első tulajdonos vagyok, újonnan vásároltam. Ez az ötödik Renault. Igazából probléma egyikkel sem volt. Ez egy 2 literes turbos RS változat, 225 lóerő gyárilag, és eddig hűségesen szolgált. Probléma olyan, ami miatt szervizbe kellett volna menni, nem volt. Újra megvennéd? Ha 20 évvel fiatalabb lennék, vagy 30-al, akkor igen, tehát megvenném. Most már ugye nyilván más, meg az utóbbi évek is már másról szólnak. Jöttél hozzánk egy átvizsgálásra, amikor hány éve is ülsz ebben az autóban? 17 éve. Fogunk tudni neked újat mondani? Mire számítasz? Cserélek rajta kereket, féket, ami olyan, amihez hozzá tudok szólni, vagy ami ugye kopik. Érezni nem érzek semmit, látni alulról nem látok semmit, motorhoz hozzászólni nagyon nem tudok már, és elképzelhető, hogy futóműve lesznek esetleg apró dolgok, ami azért használódik ezeken az utakon. Milyen használata jellemző? Svájcban jártatok vele? Ezt akkor említettük? Csak hosszút. Tehát csak ezzel... kihasználod, amit tud? Tehát, hogy ilyen nem. Képességei vannak? Messze nem. Én igazából nagyon szeretem az autót, tehát de ez nem csak erre vonatkozik, hanem bármelyik autómra. Tehát mindig volt mellette másik autó egyértelmű, tehát ez nem arra van, hogy napi szinten használja az ember. Legalábbis nekem nem arra van. Jött hozzánk egy Renault Megane RS. Megmérjük az első lengés csillapítóját. 17-es, elég peres gumi van rajta. 69%-os bal eleje, 74%-os a jobb oldala. 7%-os eltérés van, hát ez viszonylag teljesen jó, ez belefér. Nézzük meg az első fékeket. Elég nagy a fékeltérés elő. Hát, megnézzük a hátsó féket. A lefékezettség is szerintem tökéletes lesz. Teljesen jó. A hátsó az teljesen rendben van. Az első fékre rá fogok nézni. Kíváncsiságképpen nem tudom, hogy mi az ok. De a fékeltérés az elég nagy volt. Hát ez nem tudom, milyen célt szolgálni. Lehet, hogy egy külső akkumulátor töltő. Ne kell levenni állandóan a burkolatokat róla. Gyanítom. Elég jó az autó, meg látszik, hogy vigyáztak rá. Most már ugye újkor óta egy gazdánál van, az nagyon sokat számít, meg látszik a gazdán, hogy hát látszik, hogy gyönyörű tiszta benne az olaj. Eddig tökéletes gyári értékek. Ez teljesen hibátlannak tűnik. Picit sportos féktárcsa van rajta, nem csak középen, itt oldalt hűtött is. A felület egész szép, vála nincsen, és még a fékbetét is egy jó. Hát egy ilyen 60%-ra satszolnám így ránézésre. Torony része rendben, rugók rendben. Megnézem, lóg-e rajta valami. Aha, itt valami lóg. Kormánymű. Majd följebb emelve megnézem. Menet közben halkon szeretni autózni ettől. Én biztos, hogy szívóma kapnék. Biztos. Igen, ezt akartam mondani, de hát ez... Hát... 2004-es? Igen. Hátsó fék az szinte vadonatúj. Látszik, hogy sokat nem használják, de még a felülete szép. Vála nincs a tárcsának. Kerékcsapágy rendben van. Hát a dísztárcsája, ez a középső tárcsa része, ez itt is zörög. Ez borzalmas hangot adhat nyáron lehúzott ablaknál. Ott lehet látni az intercoolert legelő. Hát ez viszonylag tiszta, elég nagy lamellákkal látták el a hűtése miatt. Hát alul a mögötte lévő hűtő az már egy picit bogaras, de ez még nem az a hatásfok, ami befolyásolná a motor hűtését. Hát itt ugyanazt érezni.
Ezt majd fölemelve meg fogom nézni. Itt is gátló porvédő helyén van, felütközés gátló nem sérült. Rukó is teljesen tökéletes. Ez a nagy kerék meg a gumi miatt vannak ezek a hibák. Mert most hiába én ezzel a gumival már én biztos nem járnék télen. Nem csak azért, mert öreg, hanem egész egyszerűen olyanokat nagyon merevé teszi az egész futóművét az autónak. Ez a tárcsának a belső felülete, ez egy picit csúnya. Itt van is benne barázda, de ezt betudható annak, hogy ugye keveset van az autó. Nem feltétlen van napi használatban, és nem feltétlen mondanám ettől függetlenül, hogy rossz lenne. Ez az, ami nekem nem tetszik. Ő a kormány. Így van. Lóg benne a fogasléc. Ipofogó rendszere is egész értetlennek tűnik. Nincsen odaverve. Felfüggesztő elemek. Gumik tökéletes állapotban vannak. Alulról a karosszériája is teljesen rozsdamentes. Látszik, hogy szervizelik az autót, mert ez az üzemanyag szűrő sem az a 1000 éves rozsdabogja, ami szokott 90%-ban lenni rajta, hanem viszonylag újszerű. Rugón nem látszódik semmiféle sérülés, gátlója nem szivárog. A fékkel hátsóval nem is volt különösebb probléma. Látszik is, hogy jó állapotban van. Ide elméletileg kellene lenni két záró kupaknak. Ezt majd csak azért jelezzük a tulajdonosnak, hogy itt a csúszónyergen ne legyen a későbbiekben probléma. Itt lehet is látni, itt például pont helyén van, mert beszokott a lengő dugattyúja, bemegy alá, kosz a szennyeződés, és ez hát problémát okoz, megragad a dugattyú, és utána egyik oldalon jobban elkopik a betét, mint a másik oldalon. Elvégeztük a Renault-nak a hibakód tároló kiolvasását. Hát találtunk benne hibákat, ezt nem tudom, hogy eseti hibák konkrétan, vagy állandó hibák, de hát sajnos az átvizsgálás során mi hibakódtárolót nem törölhetünk. Nyilván elmentettük is ezt az ügyfélnek a jegyzőkönyvét, magát odaadjuk a kezébe. Folytószelep vezérlőegység funkciózavar van. Itt van benne egy P-s hibakód ismeretlen hibával, de ennek utána kéne nézni. Van egy hűtőközeg hőmérséklet érzékelő, amivel szakadástelzárlat van. Ezeket ki kellene törölni, és megnézni azokat a hibákat, amik benne maradnak állandó hibába, mert ezek lehetnek akár eseti hibák is. Ez a Megane nem különösebben értékelt az autópiacon, sőt, mondhatjuk azt, hogy lesajnált autó. Nem véletlenül, nagyon csúnyán tud megöregedni, és hát nem is igazából volt egy jó autó. Viszont a franciák, amikor felszívták magukat és akartak csinálni valami sportos motort, hot hatchet, stb. Vagy versenyautókat, akkor ők mindig nagyon odarakták magukat. Ha végignézünk az autógyártás történetében, a Citroennek meg a Renaultnak mindig voltak nagyon jó sportmodelljei, és hiába voltak az utcai modellek lesajnáltak, vagy valóban rosszak is, a sportmodellek azok mindig ügyesek voltak, és mindig jók voltak, hála a versenysportban eltöltött évtizedeknek. Ebben az autóban lévő turbós motor is szintén egy nagyon jó kis motor, csak hát ugye milyen karosszériában van, de egyébként nyilván amelyiket megvigyázzák, meg gondoskodnak róla, az nagyon-nagyon sokáig tud jó lenni. Elmegyünk a első Renault-t kipróbálni. Kíváncsi vagyok, hogy viselkedik az úton. Találtunk rajta fék problémát, azt majd megpróbálom úgy kipróbálni, hogy ne legyen semmi probléma, nem nyilván vészfékezést, de egy intenzívebb fékezést csinálni vele. Még meghallgatni, hogy a kormánymű mennyire hallatszik ennek a fogaslésznek a lógása menet közben az autón. Kíváncsi vagyok a gumi hangjára is, mert ez a közel 17 éves gumi az autón, annak hát úgy érzem borzalmas hangja lehet menet közben. Rögtön vezetésben szembe tűnik nekem, hogy nincs meg rendes kormány közép, és én konkrétan hallom a kormányművét, meg picit érzem is a kormányon azt a lógást. Az autó teljesen rendben van különben, így a futóműbe. Én nem érzek különösebben semmit. A fékre érzem, hogy az teljesen nem az igazi. Nem mondom azt, hogy elrántja az autót, de egy finom fékezésnél érzem, hogy elúszik az úton az autó az egyik irányba.
ezt a féket, ezt egy picit szétszedni, kitakarítani, mindenféleképpen javasolni fogom a gazdának. Motorerőben nincs hiány. Ezt a könnyű karosszériát, ezt nagyon-nagyon intenzíven, erősen mozgatja. Első gazdás autó, 140 ezer kilométer. Nem gondoltam volna, hogy a kormányműbe ekkora lógást fogunk találni. Pár apróságot meg kellene csinálni az autón, és teljesen rendben van. Zoltán, elkészültünk. Köszönöm szépen a türelmedet, a végére értünk az egésznek. Hogy gondolod, első tulajdonosként, kezdettől garázsban tartva, vigyázva, mire számítasz, mit találtunk? Sokat találtunk, keveset? Hát lehet, hogy sok aprót. Sok aprót. Nézzük meg. Amit így rögtön elmondanék, látszik az autón a gondoskodás, hogy garázsban volt tartva. Több helyen megvizsgáltuk a fényezését, mindenhol teljesen gyári, viszont azt vettük észre, hogy ilyen apró karcok, ilyen apró öregedések már megjelentek rajta. Fiúk egyetértettek abból, hogy egy teljes polírozás szerintünk csodát tenne az autóval, ezt mindenféleképpen érdemes szerintem megfontolnod. Attól függetlenül, hogy ezt is csak azért mondom el, mert egy ilyen állapotú autónál ez a szintű fényezés szerintem külön érték. Rögtön az elején túl leszünk rajta, és megmutatom neked a dísztárcsát. Nem tudom, hogy ezt így szoktad-e hallani, vagy észre szoktad venni. Talán itt a hátsónál még annyira nem is. Az első kerekeknél hihetetlenül mozog. Ha téged nem zavar, akkor nagyon jó. Fiúk azonnal észrevették menet közben is, és ahogy az autóval dolgoztunk. De hogy rátérjünk azokra a dolgokra, amik tényleg nem ilyen apróságok, itt rögtön a hátuljánál kezdeném, és a kollégák így meg is emelték az autót, hogy meg tudjam neked mutatni. Itt ennek van egy ilyen irányú, egészen komoly mozgása, amivel mi úgy tippeljük, hogy kerékcsapály problémát jelenthet. Nem egyedi, nem nagy probléma. Az egyetlen gond az lehet vele, hogy nem vagyunk benne biztosak, alvásszám alapján meg fogjuk nézni, ezt csak a féktárcsával együtt lehet cserélni. Külön is lehet? Igen, már volt cserélve mind a két hátsó kerékcsapály. Nagyszerű. A esetek 90%-ában a francia autóknál sajnos ez csak a tárcsával együtt cserélhető, emiatt egy nagyobb költséget jelent. Ha külön is lehet, nem vészes, valamikor célszerű mindenféleképpen. Ez volt először cserélve, viszonylag a 60 ezer tájéken, uh-huh. És aztán a bal oldal is megszólalt. Hol tartunk? 110? 141. 141. Hát akkor akár a második 60 ezeret mondhatjuk, hogy lassan megérik. Nagyon érdekes helyzet állt elő, a mérés mind a két féknél gyakorlatilag rendben van. A hátsó az tökéletes, az első az határon van, viszont a Roland kollégám vette észre, hogy az első fékeknél menet közben, ahogy kapja a fékterhelést, nagyon-nagyon kitér az eltérés. Valószínűleg egy egyszerű pucolás, ami ezt megoldja, tehát a tárcsák is és a betétek is teljesen rendben vannak. Az állás miatt, a nem olyan nagy használat miatt ez simán előfordulhat. Ha nem figyeltünk volna közben a monitorra és csak a papír végeredményt néznénk, akkor ezt észre se vesszük, de a Roland abszolút kiszúrta. Mielőtt odaérnénk az elejéhez, azért emeltük meg az autót, mert sajnos itt az első keréken is tudok neked mutatni. Néztük a futóművet, fogtuk, rögzítettük, de odáig jutottunk, hogy mivel mind a két oldalon szimmetrikusan megjelenik, másik oldalon is meg tudom neked mutatni, valószínűleg fogasléc probléma. Ez lassan viszont már oda jut, hogy a műszaki vizsgán is szólhatnak érte. Mindenféleképpen érdemes vele foglalkozni. Gumik, szerintem tudod, ha jól sejtem, az autóval egyidős, nincsen profil problémája, de a hátsó keréknél volt külön érezhető, hogyha megsimogatod, már gyakorlatilag állóhelyben tapintásra is érezhető, hogy dudorodik, keményedik, tehát a biztonsága az már biztosan nem az, mint egy új guminak célszerű lenne lecserélni. Ha belépünk az autó alá, akkor nagyon jó nyomon követhető. Jártál alatta? Szoktál járni alatta? Hát járni, bujkálni, igen. Bujkálni. Itt egy kicsit kényelmesebb talán. A főtengely szimmeringnél valószínűleg van egy minimális folyás. Nem, semmilyen formában nem javasolt önállóan. A vezérlés cserével egy időben érdemes ezzel úgymond foglalkozni. Hogy is mondjam, gondos gazda kezei közül kikerülő, gondos gazda kezei alatt szolgáló autóról van szó. Ugye a szervizek alkalmával is jól látszik, hogy minden alkatrész cserére kerül. Én azt mondanám, hogy csak gratulálni tudok hozzá, bár minden ilyen korú autó így néznek ki, ami ide hozzánk bekerül. Az értékekre vigyázni kell, ahogy Zoltán is csinálja. Igaz, ő nem a következő tulajdonosokra gondol, hanem saját magának szeretné tökéletes állapotban tartani a ritka Mégán RS-t.
Azért nem árt tudni, hogy ilyen eres a hazájában, Franciaországban már nincs 10 000 euró alatt, és innentől már nem lefelé fog menni az ára. A franciáknál csak 20-25 eladó példány van, aminek a java háromajtós. Itthon most 2022. januárjában egyet sem árulnak. Az Avalon ajánlatának a végösszege Suzuki Swifteket megszégyenítő módon 56 000 forint, de Zoltánnak ennél több költsége lesz. Az ajánlatban egy hátsó kerékcsapát cseréje szerepel, mert tényleg nem tévedés, ennél a típusnál nem kell féktárcsával együtt cserélni, így munkadíjjal együtt 27 000 forintból meg is van. A fennmaradó összeg a hátsó fék szétszedése, tisztítása a féknyereg vezetőkészlet cseréjével, meg persze az elmaradhatatlan fékhatásméréssel. Ezen felül váratlan költségként jelentkezik a kormány felújítása, már amennyiben felújítható, ez több tényezőtől is függ. Minden esetre ki- és beszereléssel a szerviz óradíjától, a kormánygép állapotától függően a 100 000-től a 220 000 forintig bármi előfordulhat. Ha viszont a fogasléc kopott meg, és nem elég a persejeket támasztó szerkezetet felújítani, akkor a komplett kormánygépet cserélni kell. A másik komolyabb tétel a 17 éves megkeményedett gumik cseréje, itt a 20 000-es no-name gumitól az 50 000 fölötti prémium abroncsokig lehet válogatni, és ezekből ugye 4 kell. De a 225 lóerős Mégane RS megérdemli a jó gumikat. Mindezzel együtt a Renault állapota kivételes, Zoltán, aki mérnök, gondosan karban tartja. Még a ragacsossá vált gumírozott felületeket is felújította. A karbon minta merítéses technikával került ezekre a műanyagelemekre, miután letakarította a guztustalanná vált bevonatot. Akár hobbi autóként kezeli, akár befektetésként, az RS-be fetszölt pénz és energia mindenképp megérte. Kormányművel kapcsolatban nem számítottam rá, más egyéb dolgokra inkább gondoltam, hogy előjön. Évente 3-4-szer biztos használom, nagyon hozzánőtt, és nagyon szeretem. Amikor előveszem, akkor nagy élvezetet jelent vezetni. A jövő héten is lesz műhelypornó, ha bekapcsolod az értesítéseket, miután feliratkoztál, nem maradsz le róla. Ha pedig úgy érzed, átvertek az autóval, vagy csak gyanús valami, jelentkezz az átvizsgálásra, hogy mindenki tanulhasson belőle. A videó alatti linken megtalálod a jelentkezési űrlapot, csak pár infóra van szükség az autóról. A következő videóig pedig olvasd a totalcar.hu cikkeit.